Szabi, milyen volt az edzőtábor? Nagyon jó volt szerintem, nagyon hasznos dolgokat tanultunk. Játszottunk ugye sok mérkőzést, szerencsére mind a 4 mérkőzést meg tudtuk nyerni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy sikeresen zártuk az edzőtábort. Hogy érzed, mennyire fontos a csapat önbizalma szempontjából, hogy mind a 4 mérkőzést sikerült hoznunk, volt, amit eddig nagy gólkülönbséggel? Hát ez mindenképpen fontos lehet a későbbiekre, főleg a bajnokságra nézve. Minden meccset meg tudtunk nyerni, jól is játszottunk helyenként, úgyhogy biztos, hogy ez jó volt. Ugyan edzőmeccsről volt szó, de megszerezted az első góladat a felnőtt csapatban. Mit jelent ez számodra, illetve mennyire nyugtat ez meg, hiszen tavaly már kijárt volna neked egy találat? Hát igen, tavaly nem sikerült betalálnom. Ez nagyon rossz volt nekem, frusztrált nagyon sokszor. A társaktól is azért sok kritikát, mondhatom, kritikát kaptam emiatt. Úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült betalálnom, és ez nagy lökést fog adni nekem a továbbiakra. Mire számítasz az elkövetkezendő 2 edzőmérkőzéstől? Hát nagyon nehéz ellenfelek lesznek, ugye a Szered is, meg az Újpest is. Ez egy jó erőpróba lesz, úgy gondolom, hogy az első bajnokira nézve. Mindenképpen meg fogunk tenni mindent, úgyhogy biztos, hogy jó lesz. Mennyire várod már az NB1-es bemutatkozásodat, illetve mire számítasz az első osztálytól? Hát nagyon várom már, ugye ezért is kezdtem el focizni, hogy az NB1-be tudjak játszani. Remélem, hogy az első meccsen sikerül bemutatkoznom a Fradi ellen az örök rangadón, úgyhogy várom már nagyon.